A napenergia hasznosításától a biotechnológiáig a környezetbarát kémia. Filmünkben a Pannon Egyetem kémiai intézetében látogatunk. Az intézetet három nagy múltú tanszék alkotja, az általános és szervetlen kémia, a fizikai kémia, valamint a szerves kémia tanszék. E tanszékeken a hallgatók anyag- és eszközismeretének megalapozása mellett olyan élvonalbeli kutatásokat folytatnak, melyek a napfény energiájának hasznosításától a gyógyszeripari fejlesztésekig terjednek. Mi itt az intézetben a kémia környezetbarát alkalmazását valósítjuk meg, mivel hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez. Ez alatt értem például a megújuló energiák kiaknázását, a nyersanyagtakarékos gyártási módszereket, vagy a szennyezések hatékony lebontását. Ezekbe a kutatásokba az alap, a mester és a doktori képzésben résztvevő hallgatóink is bekapcsolódnak. Ipari partnereinkkel együttműködve innovációs láncokat alakítunk ki, új termékek, eljárások bevezetésével. A Kémia Intézet három részből tevődik össze. Először ismerkedjünk meg az általános és szervetlen kémia tanszékkel, ahol a hallgatók elsajátíthatják azokat az elméleti számításokat és kísérleti módszereket, melyekkel a vegyületek jellemezhetők. Részt vehetnek a környezetüket érintő, fény által előidézett folyamatok kutatásában is. Célunk, hogy olyan vegyületeket állítsunk elő, amelyek a napfény látható tartományú sugárzásával hatékonyan lépnek kölcsönhatásba. Ezek a vegyületek sikeresen alkalmazhatók napcellákban, amelyekkel a nap sugárzásából elektromos energiát tudunk előállítani. Emellett vannak olyan vegyületek is, amelyek a napsugárzás felhasználásával a vízbontására is képesek. Ekkor hidrogéngáz keletkezik, amely a jelen tudásunk szerint az egyik legkörnyezetbarátabb üzemanyagként funkcionálhat. Emellett néhány vegyület típus, amelyeket vizsgálunk, orvosi alkalmazásokban is felhasználható. Bebizonyították azt, hogy hatékonyan támadják meg a daganatos sejteket fotokémiai reakcióban. Az általános és szervetlen kémia tanszéken fotokatalízissel kapcsolatos vizsgálatok is zajlanak. A fotokatalízis révén nagyon hatékonyan lehet megvalósítani kémiai reakciókat olyan katalizátorokkal, gyorsítóanyagokkal, melyeket a fény aktivál. Az intézetben kifejlesztettek egy fotokatalízisre épülő szennyvíztisztítási eljárást. Mesterséges vagy természetes fényforrást alkalmazva távolítják el a fertőző baktériumokat, vírusokat és a biológiailag nehezen lebomló szerves molekulákat a szennyvizekből, de akár öntisztító üveg és falfelületek is kialakíthatók ilyen fotokatalizátorokkal. A fotokatalizátorok olyan anyagok, melyek a kémiai reakciókat fénybesugárzás segítségével váltják ki és gyorsítják. Egyes fotokatalizátor részecskék felületén töltések képződnek fény hatására, melyek a nedves levegővel érintkezve környezetbarát vegyületté, például vízzé, széndioxiddal alakítják át a környezetre veszélyes anyagokat. Ipari szennyvizek tisztítására olyan nagy teljesítményű reaktorokat fejlesztettünk ki, amelyekben megnövelt hatékonyságú fotokatalizátorokat alkalmazunk. A fizikai kémia tanszék a következő a kémia intézetet alkotó tanszékek sorában. Itt molekuláris szimulációkat végeznek, melyekkel az anyagok termodinamikai és szerkezeti jellemzőit előre ki tudják számítani. Ez azért jelentős, mert a körülöttünk lévő világ szerkezete és tulajdonságai, a természeti jelenségek és az ipari termelési folyamatok mind-mind visszavezethetők a molekulák, az atomok és ionok közötti kölcsönhatásokra. A számítógépes szimulációkkal a molekuláris szintű információkból az anyagi rendszerek egészére vonatkozó hiánypótló és új ismeretekhez juthatunk. Ezek az eljárások olcsóbbak és gyorsabbak, mint a kísérleti munka, és föl lehet őket használni a gyakorlati élet problémáinak a megoldására. A számítási eredmények alapján például olyan tengelykapcsolókat lehet tervezni, amelyekben nincsenek kopásnak kitett alkatrészek, de a segítségükkel a parfümök, az illatszerek, vagy akár a bioetanolos üzemanyagok párolgási jellemzői is jól becsülhetők. Mindezen kutatások igen jelentős hányadát teszik ki a kémiai intézetben zajló munkálatoknak, azonban ne feledkezzünk meg az intézet harmadik, szerves kémiai részéről sem. Itt több kutatócsoportban folyik a munka, ezek közül az egyik legérdekesebb az úgynevezett ferrocénekkel kapcsolatos kutatás. A ferrocén egy szendvics vegyület. E vegyületben a vasatom úgy kerül középre, mint egy szendvicsben a két kenyérszelet közé a szalámi. Hogy mire jók ezek az anyagok? Bizonyos ferrocén származékok antibakteriális hatással rendelkeznek, mások gátolják daganatok növekedését, tehát gyógyszerként alkalmazhatók.
fontos szerepük lehet az orvosi diagnosztikában vagy géntechnológiában is. A mi célunk az, hogy minél gazdaságosabb módszereket dolgozzunk ki új ferrocén származékok előállítására. Ezek a vegyületek, hogyha gyógyszerként alkalmazzák őket, lehetővé tehetik például olyan baktérium törzsek elpusztítását, amelyek már ellenállóvá váltak egyes gyógyszerekkel szemben. A szerves kémia tanszék munkáját azonban nem csak ez az egy kutatás jelenti. Napjaink fontos problémája az egyes ipari folyamatok anyag, energia és időigényének csökkentése. Mindez megoldható úgynevezett nagy hatékonyságú mikroreaktor segítségével, azaz egy kisméretű reaktorral, melyben katalizátorral felgyorsíthatók a kémiai folyamatok. A Pannon Egyetem Szerves Kémiai Intézeti Tanszékén rendkívül intenzív kutatófejlesztő tevékenység folyik különböző ipari cégekkel. A tanszéken nagyon sok új, nagy hatékonyságú katalizátort kifejlesztettünk már, amelyek ezekben az úgynevezett mikrofluid reaktorokban alkalmazva rendkívül sok különböző biológiailag aktív gyógyszer, illetve növényvédőszer gyors kifejlesztését teszik lehetővé. Egyébként mikroreaktorok, illetve katalizátorok már az egész világon forgalomban vannak, azonban az oktatásban Magyarországon elsőként a mi tanszékünk vezette ezeket be, megcélozva ezzel a fenntartható fejlődés egy új szemléletének kialakítását. A szerves kémia tanszék harmadik kutatócsoportja az öregedési folyamatokban és a daganatos megbetegedésekben is fontos szerepet játszó, úgynevezett reaktív oxigén molekulákkal foglalkozik. Ezek a részecskék meggyorsítják a rákos sejtek burjánzását. Olyan egyszerű rendszereket tanulmányoznak, melyek e-molekulákat utánozzák, ezáltal lehetőség nyílik azok működési folyamatainak megismerésére. Foglaljuk össze, miért is jelentős a Kémiai Intézetet alkotó három tanszék kutató munkája. Többek között hatékony szennyvíztisztítási technológiát dolgoztak ki, a kísérleti munkát segítő gyors, hatékony módszereket alkalmaznak, például számítógépes modellezést, mindemellett a gyógyszerkémia területén végzett kutatásaik is figyelemre méltóak. Az eredményes kutatások listája pedig egyre csak bővül, hiszen megoldandó feladat van bőven. A film a TÁMOP tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen projekt keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával készült.